Az amerikai külügyminisztérium a tálibokkal arról tárgyal, hogy újabb charterjáratok indulhassanak a kábuli repülőtérről, amelyeken embereket tudnának elszállítani Afganisztánból, közölte az amerikai külügyminiszter Dohában. Anthony Blinken a témában katari kollégájával közös sajtótájékoztatót tartott. Az amerikai külügyminiszter azt mondta, a tálibokkal arról egyeztet, hogy miként indíthatók újabb járatok Kábulból. A tálibok azt mondják, szabadon távozhat Afganisztánból az, aki rendelkezik a megfelelő utazási okmányokkal. Mi és tucatnyi más ország ehhez tartjuk magunkat. Az egész nemzetközi közösség elvárja, hogy a tálibok betartsák az ígéretüket, mondta Blinken. Az amerikai külügyminiszter hozzátette, tudomásuk szerint Afganisztánban mintegy 100 olyan amerikai állampolgár tartózkodhat jelenleg, aki távozni szeretne az országból. A tálib hatalom átvétel, illetve katonái kivonulása óta ez az első alkalom, hogy magasrangú amerikai tisztségviselő látogatott a térségbe.